Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban egy újabb szörnycsaták részt láthattok, és ma a vasgólemeknek az ivókerekkel kell megküzdeniük, tudjátok, azokkal az illagerökkel, akik vexeket képesek idézni, valamint ilyen földből kijövő fogakat, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem azokat. Úgyhogy hát ebből a szempontból megint egy különleges küzdelem lesz, ugyanis az ellenfélnek több különböző támadási képessége is van. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog majd nektek ez a videó, hogyha ez így lesz, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal is, írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és szerintem akkor vágjunk is bele. Itt is lennék az első körrel, srácok, amelyben 10 darab ivóker fog megküzdeni egy darab vasgólemmel. Egyébként azt vettem észre, hogy ezek elég gyorsan sétálgatnak itt. Tehát ha megnézitek, azért elég gyorsan mozognak, úgyhogy ez is egy kicsit veszélyt jelent majd a vasgólemre nézve. Mindenesetre tippeljétek meg, hogy szerintetek melyik fél fogja nyerni az első kört, és szerintem akkor vágjunk is bele. Oké, már is megtámadták. És jönnek a vexek, kapja rendesen szegény vasgólem. Ugye a vasgólemnek még a vexekkel is foglalkoznia kell. Oké. Egyébként egész jól csinálja, és ugye a vexek azok egy-két ütésből meg is halnak. Ja. Viszont azért, hát ezekkel a tám... mondjuk ezt most jól kikerülte. Viszont a vexek azok tényleg eléggé lesebzik a vasgólemet. Hát igen. Tehát még ez a fogsoros támadás még annyira nem is veszélyes, de ezek a vexek tényleg azok. Úgyhogy hát nagyjából ez lett volna az első kör. Hányat ölt meg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 darab ivókerrel végzett. Hát aki az ivókerekre szavazott, az jól tette, mert ők nyerték az első kört. Egyébként még itt most annyit gyorsan el szeretnék mondani, hogy a videó leírásában mostantól megtaláljátok a sorozat jelenlegi állását is. Tehát hogy mennyi az állás a vasgólemek és a szörnyek között. Úgyhogy mostantól a sorozatnak is van egy globális állása végül is. Na de mindegy, jöjjön is a második kör. Itt is lennék a második körrel, srácok, amelyben 50 ivóker fog megküzdeni 10 darab vasgólemmel. Hát láthatjátok, hogy néhány kapitány is spónolt, konkrétan 4 darab, ha jól látom. De igazából ez nem jelent semmit most a csata szempontjából. Alapból 5 vasgólemet akartam ide berakni, de hát gondoltam adok nekik egy kis esélyt, úgyhogy 10 vannak most 50 ivóker ellen. Úgyhogy tippeljétek meg akár magatokban, akár a komment szekcióban, hogy szerintetek melyik fél fog nyerni. És akkor nézzük. Oké. Úristen, láttátok? Úristen, mennyi fog? Nagyon durva. Milyen királyul néz ki? Nagyon szép, szerintem tök jól néz ki így egyszerre ez a sok kis földből feljövő akármicsoda. Nagyon király. Oké. Hát eddig nem tudom, hogy halt-e már meg vasgólem. Nem figyeltem. Oké. Kicsit lejjebb jövök, mert most már azért... meghalt egy vasgólem. Hányan vannak még életben? Egy, kettő, már csak egy vasgólem. Ó, szegény, nem már. És meghalt az utolsó vasgólem is. Nem mondod? Hát ez gyors volt, srácok. Akkor... De egyébként egész sok ivókert megöltek. Tehát ha megnézitek, egy csomó totem van a földön. Hát nagyjából olyan 12 ivókert öltek meg, ami mondjuk még nem a fele az 50-nek, de azért valamennyit haladtak. De ettől függetlenül az ivókerek nyerték a második kört is, és ezzel végül is megnyerték az egész mai szörncsatákat. Viszont még van egy harmadik kör, ahol tudtok szavazni, és esetleg ott még felhozhatják 2-1-re az állást a vasgólemek. És itt is lennék a harmadik körrel, srácok, amelyben 100 ivóker fog megküzdeni 50 darab vasgólemmel. Hát lehet, hogy ezek már nincsenek 100-an, mert ugye diszpónolnak, úgyhogy én sietni is fogok most. Ezt közben lebontom, ezt csak azért raktam ide, hogy ne kezdődjön el. Hoppá, a küzdelem. Hát ez így már nem is annyira igazságos, de szerintem az a két sebzés, ami történt, az nem annyira veszélyes még. Úgyhogy tippeljétek meg, hogy szerintetek ki fog nyerni, és vágjunk bele. Úristen, ez a sorozatos támadás, ez nagyon tetszik, nagyon satisfying. Na nézzük, ez most már egy fokkal szorosabb küzdelem lesz. Nagyon szorítják vissza az ivókereket a vasgólemek, de azért ők is kapják rendesen, de még egyik se halt meg szerintem. Nagyjából egyszerre mozog az életerejük. Ott meghalt egy, úgyhogy most valószínűleg elég sokan fognak még meghalni, de azért most úgy látszik, hogy mégsem így történik, mert a legtöbb ivóker már meg is halt. És igen, valóban. Az igen. Még a, ugye a vexekkel egy kicsit problémáznak, de hát az már nem fogja befolyásolni az eredményt. Hát azért meghalt itt jó néhány vasgólem is. Lehet látni azért jó néhány dropot tőlük, de összességében el lehet mondani, hogy elég sokan túlélték, tehát úgy szerintem egy olyan 30-40-en legalább lehetnek most itt.
Úgyhogy ismételten bebizonyosodott, hogy a vasgólemek tömegben a legerősebbek, mert így a legnagyobb mob csapatokkal is képesek elbánni. Úgyhogy a harmadik kört a vasgólemek nyerték meg, aki rájuk szavazott, az jól tette, mert ők nyerték a harmadik kört. Ettől függetlenül azonban a mai játékot az ivókerek nyerték 2-1-re. Ennyi is lett volna a mai szörnycsaták videós rászok, nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Hát most megint egy kicsit ott tartunk, hogy a vasgólemek egy kicsit izgulhatnak, mert most már szinte sorozatban másodjára veszítettek. Szerintem az előző videót is elveszítették, az előző szörnycsatákat, úgyhogy most úgy látszik, hogy nem igazán vannak a toppon, de hát ez természetesen változhat bármikor. Mint mondtam, a sorozat jelenlegi állását megtaláljátok a leírásban, mindig az adott videóhoz viszonyítva. Úgyhogy igen, nagyjából ennyi lett volna most ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hogyha tetszett nektek, akkor azt mindenféleképpen jelezitek egy lájkkal, és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!